Ez a mi bolygónk. A Földön két állandó jégsapka, folyóvizek, hatalmas erdőségek, élettel teli óceánok és stabil időjárás uralkodik. Legalábbis így volt az elmúlt 12 ezer évben, de nemrég valami megváltozott. Mi változtattuk meg. Az emberiség fejlődését a holocén stabilitása biztosította, elsősorban az 1 Celsius fokot ingadozó átlaghőmérséklet. Ennek köszönhetően a stabil évszakok változását tűpontosan számíthattuk ki, ez pedig lehetővé tette a mezőgazdaság kialakulását. A mezőgazdasági forradalom az utolsó jégkorszak végén, mintegy 10 000 évvel ezelőtt kezdődött, az úgynevezett termékeny félhold övezetében, a Tigris és az Eufrátesz között, amikor még valamennyi embercsoport vadászó gyűjtögető volt. Az emberiség története ennél jóval korábbra nyúlik vissza, de ez az emberi civilizáció bölcsője. A vándorló vadászógyűjtögető életmódról a letelepedett földműves életre történt áttérés jelenti talán azt az időt, amikor az ember otthonképzete először kialakult. Először is a vadászoknak bizonyára meg kellett védeniük a vadászmezőt, vagy miközben a vadállatok nyomában jártak, a nyájat is meg kellett védeniük a vetélytárs vadászoktól. Innen már magától értetődő lépés volt a nyájak terelgetése, később legeltetése, végül karámba kerítése és beistállózása. Így szépen lassan gyűjtögetőből növénytermesztővé, vadászból pedig pásztorrá váltak. És most ugorjunk előre az időben, 10 000 évet. Az ipari forradalom. A gőzgép feltalálásával rájöttünk, hogy a nehéz fizikai munkát elvégezhetik helyettünk a gépek is. Többet, gyorsabban és olcsón. Mindössze energiára van szükségük. Szénre. Amelyből bőségesen volt, de akkor még nem tudtuk, hogy minden lapát szénnel, amelyet a földből bányászunk ki, valójában sírt ásunk. Az ipari forradalom óta az emberiség létszáma sosem látott mértékben duzzadt. 1700-ban mintegy 700 millió ember élt a világon. 1800-ban 950 millióan voltunk. 1900-ban már majdnem kétszer annyian, 1,6 milliárdan. 2000-re ez a szám meg négyszereződött, már 6 milliárdan voltunk. Ma pedig elértük a 8 milliárd főt. Ez idő alatt erdőket vágtunk ki, mocsarakat csapoltunk le, folyókat duzzasztottunk fel, síkságokat árasztottunk el, betonnal és műanyaggal építettük be a félvilágot. A környezetünket a saját kedvünk szerint alakítottuk, nem törődve a következményekkel. Hogy megértsük, ez miért baj, nézzük meg, hogyan működik egy ökoszisztéma egy valódi példán a közelmúltból. A Yellowstone Nemzeti Park. Ezt a hatalmas területet egy expedíció fedezte fel az 1800-as évek végén. Egészen addig farkasfalkák járták a vidéket, de 1920-ra az ember teljesen kiirtotta a farkasokat a Yellowstone-ban, az élővilág pedig hanyatlani kezdett. A Yellowstone-i farkasok kiirtása után nem volt, ami vadászon a préda állatokra, ezért a szarvasok elszaporodtak. Az emberi törekvések ellenére rengeteg állat és növényfaj tűnt el, a talaj eróziója pedig egyre erősödött. Amikor 1995-ben Kanadából áttelepítettek 200 farkast a Yellowstone-ba, a helyzet gyökeresen megváltozott. A farkasok megjelenésével nem csak a szarvasok létszáma csökkent, hanem a viselkedésük is gyökeresen megváltozott. Kerülni kezdték a folyópartokat és a völgyeket, ahol könnyedén csapdába eshettek, ezek a helyek pedig szinte azonnal felérettek. A fiatal hajtásokat többé nem rágták le a szarvasok, és a fák 5-szor olyan magasra nőttek, mindössze 6 év alatt. A hatalmas füves területeket gyorsan felváltották az erdők. Az erdőkbe nagy létszámban tértek vissza az énekes és vándormadarak. A fák megjelenésével megnőtt a hódok száma. Az ő gátjaik rengeteg más fajnak adtak otthont. Megnőtt a vidrák, pézsmapockok, kacsák, halak, hüllők és kétéltűek száma.
A farkasok csökkentették a préri farkasok számát, aminek következtében visszatértek a nyulak és az egerek, ami több sast és baglyot, több menyétet, rókát és borzot jelentett. Megnőtt a bogyós serjék száma, ami egyre több medvét hozott magával. A több nagy ragadozó pedig kordában tartotta a préda állatok számát. De nem csak ez történt. A farkasok megjelenésével a folyók is megváltoztak. A regenerálódott erdők és füves partvidékek megakadályozták a talaj erózióját. A folyók medrei keskenyebbé váltak, és több élettől hemzsegő tó alakult ki. A hegyoldalakon kinőttek a fák, és megakadályozták a hegyek erózióját. A Yellowstone regenerálódott, és ideális helyé vált a vadvilág számára. És mindez néhány farkasnak köszönhető. Ez volt az utóbbi évek egyik legnagyszerűbb tudományos felfedezése. Rájöttünk, hogy az ökoszisztéma csak akkor tud jól működni, ha a biodiverzitás sértetlenül fennmarad. A biológiai sokféleség egyik ékes példája az amazóniai esőerdő. Néhány faj csak itt található meg a bolygón, és a túléléshez szükségük van egymásra. A növények kiszűrik a légkörből a szenet, hogy abból építsék fel a testüket. A többit pedig a gyökereikhez szállítják, ahol a talaj egészségét biztosító mikróbák táplálkoznak belőle. A sűrű, mikróbákban gazdag növényzet megköti az esővizet, így a talaj nem szárad ki, és nem sújtja erózió. Amikor az állatok lerágják a fű tetejét, a hajszálgyökerek egy része elhal. Humusz lesz belőle, és a bennük tárolt szén visszakerül a talajba. Az állati ürülék mikróbáktól hemzsegő tápanyagokat juttat a földbe, amely újabb növényeket táplál. De amikor az erdőt kivágjuk, a földet pedig felszántjuk, már nem lesz, ami megkösse a vizet a talajban. A föld kiszárad, a mikróbák kipusztulnak, az esővíz pedig egyszerűen lefolyik a föld felszínéről, hatalmas árvizeket okozva. Az ilyen földet termőföldnek hívjuk, pedig valójában meddő. Ebben a talajban silánytermés terem, amely összefüggő növényzet, állatok és mikrobiális élet híján folyamatos öntözésre és műtrágyázásra szorul. Ahogy az emberiség létszáma egyre növekedik, úgy nő a táplálék, az ivóvíz, a hely és az energiaigényünk is. Minél többet akarunk termelni, annál több vegyszert permetezünk a földekre, amelyek megölik a rovarokat is. Ahogy a földek egyre jobban kimerülnek, a mezőgazdászok egyre több műtrágyát szórnak szét. Többet, mint amennyit a növények fel tudnak venni, így a felesleges foszfor és nitrogén a vizekbe jut. Ez az eutrofizáció. A túl sok nitrogén és foszfor hatására elszaporodnak az algák, és a vizek zöldé válnak. Amikor az algák elpusztulnak, rothadásnak indulnak, és ez a folyamat oxigént használ fel. A lecsökkent oxigéntartalom megváltoztatja a kémiai összetételét a tófenekén lévő üledéknek, ami hatására az még több foszfort szabadít fel. Az óceánokban ez a jelenség úgynevezett halott zónákban nyilvánul meg. Ezeken az oxigénhiányban szenvedő területeken a tengeri élet elpusztul. Több 10 000 négyzetkilométernyi területen már nincs semmi élő. Évente 15 milliárd fát vágunk ki, és 15 millió hektár erdőt veszítünk. A földekből duplán húznak hasznot, amikor a kivágott fát eladják, a földet pedig felszántják, és hatalmas monokultúrákat ültetnek a helyükre. Majdnem 30 millió hektár dzsungel helyében már olajpálma van. A termőföldek háromnegyedén pedig kukoricát, szóját és szénát termesztenek, amelyek 99%-a állati takarmányként hasznosul. Egyetlen fa napi 1000 liter vizet képes a légkörbe juttatni, amely csapadék formájában hullik vissza a földre. Minél kevesebb a fa, annál kevesebb a csapadék. Ahogy a bolygó hőmérséklete egyre nő, az éghajlat megváltozik. Hosszabbak lesznek a száraz évszakok, és évente kevesebb csapadék esik. Az esőerdő víz hiányában pusztulásnak indul, és a fákat felváltják a füves területek, vagyis elszavannásodik. Amikor a fák elpusztulnak, az életükben megkötött széndioxidot visszaengedik a légkörbe, amely egyre gyorsítja a globális felmelegedést.
A borneói esőerdő 50 év alatt kevesebb, mint a felére zsugorodott, a Fülöp-szigeteken pedig az esőerdők 90%-a eltűnt. A következő 30 évben csak a dzsungel pusztulásából 200 milliárd tonna széndioxid szabadulhat a légkörbe. A kiszáradt területeken hatalmas porviharok keletkeznek. Az 1920-as években még nem ismerték behatóan a talaj erózióját, és mélyszántást alkalmaztak olyan helyeken, ahol korábban erdők és füves területek voltak. A szántással eltávolították a talajból a növényeket. A föld kiszáradt, és nem maradt semmi, ami összetartotta volna. A 30-as években pusztító szárazság sújtotta Amerikát, aminek következtében hatalmas porviharok jelentek meg, jelentős károkat okozva a gazdaságban és az ökológiában. Amikor az emberek azt hitték, már nem lehet rosszabb, még rosszabb lett. A legpusztítóbb jelenség 1935. áprilisában jelent meg. Egy 200 méter magas, több millió tonnás porvihar, amely eltakarta a napot, és a szemtanúk joggal érezhették úgy, hogy eljött a világ vége. Ez volt a Fekete Vasárnap. Az 1750-es ipari forradalom óta másfél billió tonna szenet juttattunk a légkörbe, amely drámaian megemelte a bolygó átlaghőmérsékletét. A rekordmagas hőmérséklet és a hónapokig tartó szárazság következtében 2020-ban Ausztráliát soha nem látott méretű erdőtűz sújtotta. 143 millió emlős, majdnem 2,5 milliárd hüllő, 180 millió madár, 51 millió béka és 50 millió hektár erdő pusztult el. A következményei pedig beláthatatlanok. Amikor széndioxidot bocsátunk a légkörbe, annak háromnegyede az óceánokban végzi. Amikor a széndioxid feloldódik a vízben, szénsav képződik. Az elmúlt évtizedekben az óceánok 26%-kal savasabbá váltak. A szénsav reakcióba lép a vízben lévő vegyületekkel, és élhetetlenné teszi a környezetet a vízi állatok számára. A hőmérséklet növekedésével a korallok szó szerint megfőnek. A korallzátonyok pusztulása a tengerben egyenlő a farkasok pusztulásával a Yellowstone-ban. És a zátonyok koralljainak már a fele elpusztult. Az óceánok eddig remekül elmaszkolták a tevékenységünk következményeit, de többé már nem képesek rá. Az óceánok felmelegedtek és elsavasodtak. A megmaradt halakat kihalázták az óceánból, és mára a hálókat javarészt üresen, vagy egy jó adag szeméttel húzzák a fedélzetre. A műanyag szennyezésről korábban készítettem egy teljes videót. A bolygó hűtésében kritikusan fontos szerepet játszik a két fehér jégsapka, amelyek óriási tükörként verik vissza a napból érkező hő nagyjából 95%-át. Ahogy az emberi tevékenység hatására a bolygó egyre melegszik, a jég elolvad. Grönland 10 000 köbméter jeget veszít másodpercenként. Ahogy a jég elolvad, elhalványul, és láthatóvá válik az alatta húzódó, sötét szárazföld. A sötét föld magába szívja a nap melegét, és alulról kezdi olvasztani a jeget. Így az addigi önhűtő rendszer saját magát kezdi felmelegíteni egyre gyorsabban. Csak Grönland óránként 220 millió tonna jeget veszít. Ha a jégsapkák olvadása elér egy bizonyos határértéket, már nem tudjuk sem megállítani, sem visszacsinálni. A bolygó addigi viszonylag stabil állapota hirtelen megváltozik, és a következményei elkerülhetetlenek. A grönlandi jégsapka elolvadásával a tengerszint világszerte 7 méterrel emelkedne, de ez a kisebb baj. Ha a Föld déli jégsapkája és a gleccserek is elolvadnak, a tengerszint világszerte 70 méterrel emelkedik meg. Az összes partmenti város víz alá kerül, a kontinensek és a rajtuk található élővilág pedig drámaian megváltozik. A vadon több mint felét nem csak tönkretettük, hanem letaroltuk és teljesen kiirtottuk. Mindössze 50 év alatt az emberiség a Föld vadon élő állatainak majdnem 70%-át kiirtotta.
A természet olyan ütemben pusztul az emberi tevékenység hatására, hogy mi magunk okozhatjuk a bolygó hatodik tömeges kihalását, amelyben 1 millió faj halhat ki véglegesen. A Föld madárállományának 70%-a haszonállat. A földi emlősök összsúlyának több mint harmadát az emberek teszik ki. További 60%-ot pedig a fogyasztásra szánt állatok. Minden más, az egerektől a szavannák csordáin át a bálnákig, csak 4%. A vizek szennyezése több mint 80%-kal csökkentette az édesvízi populációk méretét. A cápák száma több mint 90%-kal csökkent. A korallzátonyok több mint fele halott, Madagaszkár erdejeinek pedig mindössze 3%-a maradt meg. 1990-re az Egyesült Királyságban teljesen kihaltak a poszméhek, ezért Svédországból loptak el méheket, hogy újjáélesszék velük a gazdaságot. A légszennyezés hatására évente 7 millió ember hal meg, és átlagosan mindannyiunk életét 3 évvel rövidíti meg. De ez csak a kezdet. Az életmódunk bizonyítottan nem fenntartható. Vagyis egyszer véget ér, és ehhez vészesen közeledünk. Már így is okoztunk visszafordíthatatlan károkat. Fajokat írtottunk ki, és teljes ökoszisztémákat taroltunk le. Ha ezt így folytatjuk, a 2030-as évekre az amazonasi esőerdőt szinte teljesen kiírtják, a maradéka pedig száraz szavannává sorvad, amelyet erdőtüzek sújtanak. A korábban ott élő fajok kihalnak, és megváltozik a globális vízkörforgás. A jégsapkák rohamos olvadásnak indulnak. A 2040-es évekre a bolygó jégtakarói elolvadnak. Az addig fagyott földből óriási mennyiségű metán szabadul fel, ami a széndioxidnál is erősebb üvegházhatású gáz. A globális felmelegedés kritikus mértékben felgyorsul. A 2050-es évekre az óceánok tovább melegszenek és savasodnak. A korallzátonyok világszerte meghalnak. A tengeri ökoszisztémák összeomlanak, és 1 milliárd ember válik földön futóvá. A 2080-as évekre az időjárás kiszámíthatatlanná válik. A termőföldek a túltermelés következtében teljesen kimerülnek, a rovarok pedig eltűnnek. 2100-ra a bolygónk 4 fokkal melegebb lesz, és nagyrészt élhetetlenné válik. Az emberek kora elhozza a hatodik tömeges kihalást a bolygón, amelyben mintegy 1 millió faj halhat ki véglegesen. Ez vár azokra, akik ma születnek. Ez vár a mi gyerekeinkre. És ha nem teszünk azonnali és határozott lépéseket az általunk okozott károk visszafordítására, a fajok tömeges kihalása és a saját civilizációnk pusztulása elkerülhetetlenül be fog következni. Úgy tűnt, hogy a világ, amely korábban kiszámítható és megbízható volt, amely éppen a harmóniájának köszönhetően emelte fel az embert, mindig is egyensúlyban marad. Azt hittük, bármit megtehetünk, de rá kellett jönnünk, hogy ez a törékeny világ nem bírja ki az emberi mohóságot, és végül választás elé állított bennünket. Vagy tovább folytatjuk a természet mérhetetlen pusztítását, ami nem sokára elkerülhetetlenül a saját vesztünket okozza majd, vagy megmentjük, amit lehet, és megtanulunk végre a természettel összhangban élni. Helyre kell állítanunk a biodiverzitást, és nem csak megszüntetnünk kell az üvegházhatású gázok kibocsátását, hanem ki is kell vonnunk a légkörből a bolygót jelenleg is melegítő széndioxidot. A megoldás egyszerű. Vissza kell adnunk a természetnek azt, amit elvettünk, és tanulnunk kell a múltunkból, hogy újra legyen jövőnk. Out the way.
smoke in my eyes. I can hear the wind chiming. It's always been you in the back of my mind.